Sziasztok, ez itt az Esély Lesőként, Bíró Dejda, és itt van mellettem Haraszti Ádám és Szabó Vít is. Sziasztok! A mai estét is a Premier League-gel kezdjük, óriási rangadó lesz a hétvégén, Chelsea-Manchester City összecsapás. Na, van nagyobb. Ne, a két legjobb angol csapat csap egymásnak most? Nem kell itt ez a... Tényleg, ez a két múlt nélkül jó, csapat. Jó, srácok, beszélni fogunk. Megígérem, beszélünk az Arsenal Tottenhamről is. Nem, előtte, hozzá. Előtte egy kicsit a Chelsea City-ről. Szóval ez a két legjobb angol csapat jelenleg? Valószínűleg igen. Ők játszották a BL döntőt, de nyilván itt most lehetne mondani a Liverpoolt is, akik brutálisan jól kezdték a szezont. De hogyha nagyon le akarjuk egyszerűsíteni és hype-olni akarjuk a meccset, akkor persze. Márpedig. Hát hogy ne akarnánk hype-olni? Hype-oljuk a két edzőt. Ugye a BL döntőben is összecsapott ez a két edző, de nagyon régre nyúlik vissza az ő versenyfutásuk, összecsapásuk. Ha szavazni kéne, ti melyik edzőre szavaznátok? Mindegy, csak valaki jöjjön az Arsenalhoz, vagy mi? Ha most szigorúan ez lenne a kérdés, hogy kettő közül ki irányítsa az Arsenalt? Mert inkább Tuchelt mondanám egyébként. Nem, de mindkettőjüket imádom, úgyhogy nem foglalnék állást. Tényleg nagyon érdekes ez, mert ők egyébként tök jó barátok is, tehát ez jól van dokumente, hogy ők Németországot például sokszor. De néhányszor összeültek például vacsorázni, itt sótartókkal játszottak, mint a gyerekek, és picit szerintem ezek a zseni edzők néha úgy működnek, mint a gyerekek, hogy teljesen fanatizmussal bele tudják élni magukat. Abban milyen dupla szűrű epizód lenne egyébként, Gárnyal és Tuchelot rakosgatnák? Ja, hát az egy hosszú este volt, ahogy itt a jelenlévők dokumentálták, egy 6 órás rész, de mondjuk azt szerintem sokan megnéznék, hogy itt Guardiola és Tuchel próbálja egymás agyát trenírozni, de ugye ez azért is volt érdekes, mert valóban sokszor játszottak egymás ellen, a legutóbbi hármat most már hoztatuk el, és Guardiola nagyon találta ezzel a megoldást, amit most Tuchel összerakott a Chelsea-nél, de korábban meg az volt jellemző, hogy Guardiola lenyomta Tuchelt. És nyilván itt az a különbség, hogy például Mainznál vagy a Borussia Dortmundnál azért Tuchelnek mindig jó vagy gyengébb keretekkel kellett dolgoznia, de érdemes egyébként akár visszanézni ezeket a meccseket, ezt megtettem például a BL döntő előtt, hogy Tuchel mindig nagyon jó meccsterveket talált ki, csak Guardiola erre mindig jól reagált. És szerintem most már picit fordítva van, hogy bármit talál ki Guardiola, arra Tuchel jól reagál, és szerintem ebbe fejlődött a legtöbbet, hogy akár mérkőzés közben is teljesen át tudja szervezni a csapatát. És az előző három mérkőzésükből pedig az jött le, hogy egyszer tudott a Manchester City igazán, nem is azt mondom, hogy fölé nőni a Chelsea-nek, de nagyjából partiba voltak. Az a bajnoki meccs, amikor 5-3-2 vagy 3-5-2-ben állt fel a Manchester City, előtte és azóta sem játszott ilyen felállásban Guardiola együttese. Viszont, hogyha megnézzük, hogy azokon a meccseken, ahol a Chelsea szenvedett, vagy akár meg is verték őket, mondjuk az előző szezonban a West Brom volt ilyen, de x-elt velük például a Brighton, vagy éppen nem is olyan régen most az Aston Villát, hiába verték 3-0-ra, de az is nagyon szoros meccs volt, jól játszott a Villa. Mindegyik csapat 5-3-2-ben játszott, tehát egy az egyben próbálták letámadni a Chelsea-t, és a Chelsea-n így kell játszanod. Le kell őket támadni, nem engedhet őket játszani. A Liverpool is ezt jól megoldotta, akár 4-3-3-ban is a Tottenhamnél működött ez, amíg Tuchel belenyúlt a meccsbe. Úgyhogy most már azt várom Guardiolától, hogy ő is megtalálja el a megoldást, mert a negyedik meccsen ugyanabba a csúnya erdőbe beleszaladni, az már nem lenne egy túlságosan szép dolog. Jó, hogy ezt a Chelsea-t le kell támadni dolgot hoztad elő, mert a Tottenham ezt megpróbálta. Ez 45 percig működött, aztán Tuchel erre is nagyon jó, akkor Tuchel tudott egy nagyot húzni, és behozta Kantét, és három belső középpályásra átállt. Ez nagyon jól tudott működni például a Spurs ellen. Most nem akarom a Sir Alex-féle klasszikust idézni a Tottenhammel kapcsolatban. Igen, de egyébként ez nagyon fontos, ugye, és nem is, azért mondom, nem is Kantéval változott ez meg, hanem ugye, hogy a 30-35. Perccel ugye Mountot, aki nagyon sokáig például fogta a Höjbjerget támadás építéskor, amikor a Tottenham próbált támadni, visszavonta a középpályára, és vagy Havert, vagy Lukaku vette fel Höjberget, ugye Kane lépegetett vissza, Lo Celso lépegetett vissza, ezért volt mindig létszámfölényben a Tottenham a középen, és ezt ott egy az egyben ki tudta venni. És mondjuk, ha Guardiola is kitalál valamit, ebben az a nehéz, nekünk meg az a jó, hogy ez a két zseni így folyamatosan reagálni tud egymásra, és abból nagyon érdekes mérkőzések érekedhet. A City védelméről azért beszéljünk egy kicsit. Ugye Laporte és Stones sérült lesz, valószínűleg nem fog kezdeni ezen a mérkőzésen. Két hetet kell kiadniuk, úgyhogy ez biztos. Úgyhogy Akénak ugye van ez a családi tragédiája, aminek ellenére azért játszott, ez a Dias Aké páros fog szerintetek játszani? Megkockáztatja, hogy Aké ettől függetlenül játszott, fókuszálni? Ugye már eddig is, aztán, hogy igen. Ez megint a kérdésben nem feltétlenül az, hogy most milyen hatása van a tragédián, hogy egyébként is azért érzünk különbséget Aki és a többiek között, nem az ő javára nyilvánvaló, tehát nem véletlenül nem számított azért olyan nagyon nagy mértékben rá most már egy ideje Guardiola.
Úgyhogy, de ott van a keretben, és nem a legszerencsésebb helyzet nyilván, hogy ezen a meccsen valószínűleg neki kell majd kezdeni, de valószínűleg ő fog Diás mellett. Ettől függetlenül a támadó sorban végre van lehetősége Guardiolának bárkit bevetni. És még csak ezt így sem tudjuk így is. Tehát mondod azt is, hogy nincsen centere, meg úgy is, hogy bárki játszhat bárhol. Oké, az utóbbira szavaznék, és tehát lehet, hogy ez Tuchelnak nehézséget fog okozni, hogy oké, igazából bárkit betehet bárhova, és akár a meccs közben is átvariálhatja a pozíciókat, hogy nagyon nehéz készülni Guardiola ellen is. Igen, és ilyenkor szokott az lenni, hogy Pep elővarázsol valamit, ami még soha nem volt. És tényleg ilyen volt ez az 5-3-2 is a tavaszi bajnokin, vagy éppen a hatos nélküli játék a BL döntőn Gündogannal a védelem előtt. Az nem működött, az 5-3-2 már inkább, de hát emlékezzünk vissza, ott Sterling és Ferran Torres játszott 8-ast. Most Ferran Torresből abszolút center csinált, tehát nem hamis 9-est, hanem konkrétan Ferran Torres egy a védelem mögé folyamatosan mozgó középcsatár lett, és egyébként szerintem ez tök jól el neki. Én nem érzem egyébként azt, hogy őt most ebből kimozgatnám, vagy nagyon variálná az ő szerepkörét, de szerintem lesz csatár a pályán. Tényleg az a kérdés, hogy milyen típusú szélsőkkel képzelje el mondjuk Guardiola játékot, ami mostanában nagyon jól működött a Manchester Cityben, az a Grealish Bernardo Silva balszárny. És ezt el is mondta Guardiola, hogy azért tette át Bernardo Silvát jobb oldali 8-asból, bal oldali 8-asba, mert mindig szereti, hogyha van az egyik oldalon egy olyan játékos, aki a természetes lába felé tud játszani. Grealish bejön, akkor Bernardo Silva egy alákerülést végez, be tudja adni a labdát, vagy éppen ezt fordítva is meg tudják csinálni. Tehát ez a változatosság, hogy ne legyen kiszámítható a City játék, az nagyon fontos. Különösen az lesz most ez a Chelsea ellen. Ferran Torres lesz akkor Guardiola Thierry Henry-a? Lehet, hogy még erős szavak, de meglátjuk hosszú távon, lehet, hogy még a végén igazad lesz. Beszéljünk itt Mendy sérüléséről, aki lehet, hogy felépül erre a mérkőzésre, de mi van, ha nem? Kepával kisebbek a lehetőségei a Chelsea-nek, szerintetek? Na, jobbak a City lehetőségek Kepával, szerintem ez nagyjából azért egy utóbbi helyben már eldőlt kérdés. Jó, azért Kepába azért tényleg könnyű belerúgni. Nyilván annyira azért nem rossz kapus, mint amilyennek most már hosszú ideje tűnik, most nyert nekik egy európai szuperkupát. Nyilván az nagyon hiányzik, hogyha nincs ott Mendy, hogy ő tényleg tudja egyrészt irányítani is a védelmet. A magas labdákkal is nagyon jó, és hát le is tud érni egyébként lövésekre Kepával ellentétben. Illetve a védelem mögött is tud söprögetni, tesz neki. Szerintem neki ez egyik ilyen kiemelkedő pontja volt, és ebben nagyon sokat fejlődött, mióta megérkezett a Chelsea-ben, hogy a magasra tolt védelem mögött egy ilyen biztosító szerepet be tudott tölteni. Ez egyébként Kepa játékában is benne van, csak nem tudom, hogy mennyire van most meg neki az önbizalma. Jó, a Spurs ellen lehozta kapott gól nélkül, de ott is voltak bizonyos. Csak hogy a Kepát említek, pont ezért hozták, amit mondtam Mendyvel kapcsolatban, aztán mennyire jött be, ez még egy másik kérdés. Na, folytassuk az észak-londoni derbi, a Arsenal Tottenham mérkőzés lesz. Megvan bennetek ez a besózottság? Várjátok ezt a derbit? Vagy inkább féltek tőle? De már félni szerintem nem kell, mert nagyjából szerintem egyenlő erők harca lesz, meg hogyha az egész szezon nézzük, nagyjából hasonló célokért is küzd az Arsenal, meg a Tottenham is. Itt azért, hogyha megnézzük az első fordulós mérkőzéseket, az együtt lejátszott találkozókat, így valahogy nem tudnád megmondani, hogy melyik az esélyes, mert mindkettő csapatnak láttuk nagy a pozitívumait is, meg az árnyoldalát is itt a korábbi összecsapásokon. Nem is az, hogy a Tottenhamtől féltem az Arsenalt, jelen pillanatban féltem mindenkitől, így van, meg saját magától is természetesen. Tehát, hogy Arteta is, nem tudom, hogy mennyire találta már meg azt a csapatot, amit játszatni akar, azért mondjuk alakul, úgy tűnik jelen pillanatban. De hát ez a szezon kezdet azért mindenhol csak biztató, nem nyilván az Arsenal számára. Most már legalább a győzelmek elkezdtek jönni, mondjuk egy 1-0 Tottenham ellen is pont tök jó lenne persze. Oké, hát itt az Arsenal megnyerte az elmúlt két bajnokiát, ezt az adást ugye szerdán vesszük föl, tehát hogy nyugodtan... Az AFC Wimbledon elleni mérkőzés még nem tudjuk belevenni. Így van, tehát hogy azért nem voltak olyan kemény ellenfelek, talán a Norwich és a Burnley nem a felsőházban fog szerepelni, úgyhogy mennyire lehettek nyugodtak, mennyire nyugodhatnak meg az Arteta fanatikusok? Szerintem semennyire. Tehát, hogy vannak Arteta fanatikusok? Szerintem biztos, hogy vannak még. Nem, de egyébként szerintem nagyjából végigkövethető, hogy mit szeretne játszani Arteta ezzel a csapattal. Az igazolások is folyamatosan úgy néztek ki, hogy adott szerepkörre érkeztek játékosok. Kellett egy olyan játékos, aki egyszerre tud harmadik belső védőt és jobb hátvédet játszani, megérkezett Tomiyasu. Kellett egy olyan kapus, aki jól hatástalanítja a beadásokat, és lábbal kiemelkedő, érkezett Ramsdale. Tehát nagyjából megvan az, hogy milyen irányba halad ez a csapat, csak az a kérdés, hogy ez tényleg végigmegy ezen az úton, vagy lesz egy újabb döccen, és aztán ezek a problémák egyszer csak föltornyosulnak. Szerintem nagyjából így irányba van az Arsenal téve. Csak mondom, itt az elvárásokat azért még nem kell nagyon magasra tenni. Mindkét csapat szerintem nagyon örülne, hogyha a szezon végén így a top 6-ba odaérnének. És szerintem ezt minimális elvárásként is meg is lehet fogalmazni mindkettőnél.
Hát elvárásnak annak kell lennie. Most, hogy mennyire realitás, az egy másik kérdés, de... Nézd meg, hogy rajtuk ki, hogy kik mennek ezekért a pozíciókért. Tehát egyikre se tudnád azt mondani, hogy egyértelmű, hogy biztosan ott lesz a Leicester. Ebben a szezonban azért nem néz ki jól, mondjuk az előzőben se nézett ki, az Evertonnál is azért Benitezzel van fejlődés, de azért ott se érzett, hogy aztán ők nagyon magabiztosak lesznek. Tehát itt egy ilyen roncsderbi alakulhat ki a top 4 között, és abban az Arsenal meg a Tottenham azért minőségben is talán ott van, hogy persze oda kell érniük a top 6-ba. Azért van itt még egy Villa, meg egy West Ham is, de majd meglátjuk, hogy hogyan alakulnak a dolgok. Leno az, aki kikerült a csapatból a City elleni vereség után, ahol oké, sok gólt kapott, de talán kevésbé az ő hibája volt a kapott góloknak a száma. Ebben az az érdekes inkább, amit Pit is mondott, hogy Ramsdale-t nem véletlenül mi hasraütésre hozták ide, tehát egyértelmű, hogy vele terve van áttatának az, hogy ilyen gyorsan bekerült a csapatba. Érthető is valahol, picit azért engem meglepett, de ugye Lenónak is egyértelmű, hogy nem az Arsenalnál van a jövője, fogalmazunk így, erről is beszéltünk már itt a korábbi adásokban. Arteta úgy tűnik, hogy feltétlenül hosszú távon biztosan nem bízik benne, Ramsdale-t meg fel lehet építeni, nagyon gyorsan bekerült a csapatba, és egyelőre nem mondhatsz rá semmit szerintem. Hát igen, amikor Ramsdale-t több mint 20 millió fontot leigazolták, azért sejteni lehetett, hogy nem padot melegíteni jön. Az meglepő volt, hogy ilyen hamar megkapta a lehetőségét, de hát valószínűleg pont azért, mert olyan elemeket hoz az Arsenal játéka, amik Lenóval nincsenek meg. Én egyébként fáztam Ramsdale-nek a megszerzésétől, és az még mindig bennem, hogy egyébként a hagyományos kapus szerepkörben, tehát a védések terén nem biztos, hogy kiemelkedő lesz, de hogy az a plusz, amit tényleg a magas labdák már passzjátékban tud hozni Lenóhoz képest, aki meg szerintem szintén lövések hárításában maximum egy átlagosnál minimálisan jobb kapus, akkor a kettő közül már inkább Ramsdale-t választom, hogyha a többi játékelemben tud kiemelkedőt nyújtani. Nyilván Norwich meg egy Burnley-elleni meccsből nagyon sok következtetés pont ezért nem lehet levonni. De hát, hogy ezekben a technikai elemekben Leno fölött áll, az szerintem már most egyértelmű. Tomiászról beszélünk egy kicsit. Az ő megszerzése az utolsó pillanatokban sikerült az Arsenalnak, az elmúlt két meccsen kezdett is. Mit vártok tőle a szezonban? Egyértelmű, ahogy Pitt is mondta, tehát megint csak nem véletlenül pontosan rá volt szükség Artetának, hogy pontosan egy ilyen profilú játékosra. Egyelőre a bemutatkozása nem sikerült rosszul, ő meg is lepődtem, hogy ilyen gyorsan bevetett Arteta, de azért volt ebben szerintem egy kicsit ilyen vészhelyzeti tényező is az ő esetében. Nagyon szerette volna most már látni tényleg azt a csapatot, ami hasonlít arra, ami majd ebben a szezonban játszott folyamatosan. Hit the ground running, ezt szokták mondani ugye az esetében, úgyhogy ő valószínűleg azért meghatározó csapattag lehet, hogyha ebben a formában folytatja a játékot. Nézzük a Tottenhamet, akiknek szerintem az alapkerete jobb, mint az Arsenal, viszont az eddig mutatott játékuk az nem biztos, hogy annyira jó, eredményekben eddig jobban jöttek ki, az talán kijelenthető. Jaj, bemákoltak ők is ilyen egy nullás győzelmeket az elején, de tehát kialakított helyzetek minőségében ott vannak a ligának a hátsó felében, bőven az utolsó helyzetek között, cserébe egyébként a védekezésük sem jó. Na, mint a Chelsea ellen voltak azért bíztató jelek, hogy kicsit proaktívabban próbáltak meg futballozni, de azért ott sem volt a támadó játék olyan hihetetlenül átütő, mint hogy nagyon sokszor veszélyeztették volna Kepának a kapuját. Én nem látom egyébként, hogy Nunóval ez a Spurs hova haladhat, vagy milyen ki ebből az egészből, és ebből szerintem nagyon látszik, hogy egy ilyen zséválasztás volt erre a pozícióra. Szerintem bele nem lehet hosszú távon tervezni, mert egy tipikus reaktív edző. És pontosan ugyanazt hozza, mint a Wolvesnál, csak nincs Adama Traoré, aki átcselezi az egész pályát. Egyébként az Arsenalnak az a nagy szerencséje, hogy elvileg Lucas Moura és Bergwijn sem játszhat még ezen a meccsen, akik között a kontrajátéknál egész veszélyesek tudnának lenni. Itt csak szóra kell figyelni ebből a tekintetből. Hát ugye a Tottenham mindössze 3 gólt szerzett eddig a bajnokságból, de csak Son tudott akció gólt szereznie a Spurs. Jó, az Arsenal meg 2. Na. Kész a roncs derbim. Jó. De ha már itt Pita szélsők hiányát emlegette, kíváncsi vagyok, például Brian Hill kapott a lehetőséget mondjuk a Tottenhamnél, aki én azon kevés szerencsések egyike voltam, aki látta ugye a Passos de Ferreira elleni visszavágóját a konferencia liga selejtezőjében a Tottenhamnek, és ott egészen jól játszott, meg nagyon jól mutatott. Én kicsit furcsáltam, amikor megszerezték, vagy nem is, ez a Lamelás deal volt kicsit érdekes, de közben meg abszolút lehet érteni, tehát Hillben van potenciál, Lamela meg már tudjuk, hogy milyen. Úgyhogy nem biztos, hogy nem húzott nagyon jót vele egyébként a Tottenham hosszú távon, csak szépen lassan meg kéne adni neki is a lehetőséget majd. Jó, hogy Brian Hillt felhozod, mert ő az Eibárból kilógott fölfelé. Jó, hogy Brian Hillt felhozod, mert oda van írva a papírra. Igen, de hogy ő az Eibárból kilógott fölfelé, de a Sevilla valamiért nem tartott rá igényt feltétlen, és szívesen cserélte be egy, hát nem egy betonbiztos befektetésre, ugye Lamellára. De azért ott volt némi pénzmozgás, és ugye érte cserébe nagyjából szerintem inkább a
hogy mondjam, nem látták azt a potenciált benne, hogy akkor el tudjon rúgni, hogy nagyobbat tudjanak rajta kasztálni, meg egy biztos pénzösszeget be tudtak húzni, meg ott van Lamela, akivel aztán ki tudja, pont a múlt héten beszéltünk róla, hogy a Sevillának azért megvan a múltja azzal kapcsolatban, hogy tud ilyen játékosokból használható futballistákat faragni, úgyhogy kíváncsi vagyok, mi fog kijönni belőle. Folytassuk a Real Madrid-Villarreal találkozóval. Hát és a Real Madrid vezeti a bajnokságot, ez annyira nem meglepő. Az mennyire meglepő, hogy a Villarreal az eddig összes tét mérkőzésen döntetlent játszott, ha a rendes játékidőt nézzük. Valahogy nem lepődjük meg ezen. Ismerjük Unai Emeryt? Ez a válasz? Igen. Sajnos jobban ismerjük, mint amennyire szeretnénk. Jól a keletén, igen. A Villarreal kapcsán azért látszódnak itt problémák, amikre nem biztos, hogy Unai Emery fog tudni választ adni. És itt főleg a helyzetteremtés és azoknak a befejezése az, ami kifejezetten gondot okoz. Így, hogy Gerard Moreno nem játszik abban a formában, amiben tavaly, sőt, mint legutóbb nem is játszott, valakit nagyon kéne találni, az látszik, hogy nem nagyon van. Hát eddig ugye Remy Pino az, aki valamiféle kreativitást adott ebbe a csapatba, csempészt, ugye neki van most már 2 gólpasszal. Dázsumának is voltak azért most már jó megmozdulásai, de azt azért szerintem várhattuk is tőle, hogy abszolút élni fog a Villarrealban. És valóban ez a gond, hogy egyébként, hogyha a Villarrealt megnézzük, mint csapat, ez egy jól szervezett együttes. Tehát őket szerintem kifejezetten nehéz letámadni, mert nagyon jó sémáik vannak például a labdakihozatalokra. De hogyha meg azt nézzük, hogy, és ez egyébként jellemző azokra az együttesekre, akik szeretik birtokolni a labdát, hogy nagyon lassan jutnak el az ellenfél 16-osáig, és nagyon kevésszer is jutnak be a 16-osan belőle. Nyilván ezen segíteni egy jobb formában lévő Gerard Moreno, csak hát ezt valamivel pótolni kéne, és ez eddig nem sikerül. És valóban a kispadról nem biztos, hogy ebbe jön már valamiféle más megoldás. Ugye Paco Alcácer lehetne mondjuk egy ilyen B opció. Paco Alcácer, aki a helyzeteket majd kialakítja. Igen, tehát Fernandinho volt az, akit mindig be lehetett dobni, de hát őt most lepasszolták a Mallorcának, úgyhogy magyarul Dia maradt az egyetlen lehetőség talán középcsatár posztra. Eddig engem nem győzött meg, hogy olyan borzasztó igazolás lenne. Alcácer furcsa, hogy ennyire nem tudta elkapni a fonalat azért, amióta megérkezett a Villarrealhoz, de neki mondjuk az utóbbi évei azért nagyon nem néztek ki jól, úgyhogy ebből a szempontból meg valahol érthető is, de azért én benne bíznék még hosszú távon, hogy talán vissza tud találni a helyes útra, mert ha valakiben meg vannak gólok, meg tényleg tud hatékony lenni a kapu előtt, akkor az ő. Itt már emlegetted Jeremy Pinot, aki még mindig csak 18 éves, és az látszik, hogy hát nem a Villarreal lesz neki a legmagasabb polc talán, amit így el fog érni, hogy nem lenne érdemes egy kicsit rászervezni ezt a csapatot, vagy azért óvatosak legyünk egy 18 éves srácnak a tehetségével? Hát meg pláne, hogyha Moreno visszatér és talán formában is tud lendülni, akkor azért meg nem kérdés, hogy kire kell, vagy kivel kell elsősorban számolni Emerynek, hogy kire érdemes alapvetően építeni a taktikáját Morinónál. Azért szerintem az is benne kell legyen a pakliban, hogy azért neki még nem volt ilyen nyara, mint a mostani gyakorlat, hogy végigjátszott az Európa-bajnokságon. Oké volt, egy hónap pihenője kb., de közben meg azért, hogy az előző szezon is hosszú volt, meg egyáltalán, hogy ez a Covid időszakban az utóbbi idők, az lehet, hogy nála most ütközik ki egy kicsit. Nézzük Ancelotti lehetőségeit. Ott Carvajal már megint megsérült, és ugye az egyetlen hát jobb hátvéd, továbbra is Lucas Vázquez, aki nem jobb hátvéd, és róla csak ebben a szezonban 3 gólt kapott a Real Madrid, és még elég kevés forduló ment le, és legutóbb mondjuk a Valencia pont az ő fejéről szerzett vezetést, aki Hugo Dourónak fejelte oda a labdát. A kedvencem Ancelotti nyilatkoz, aki azt mondta, hogy ő nem látott védelmi hibát a gólnál, hát nem tudom, érdemes visszanézni. Igen. Én azért Wengeres nyilatkozott, hogy nem láttam. Csak ő mindig a játékvezetők ténykedésére használta. Nyilván fáj, hogyha nincsen Carvajal, és főleg azért, mert ennek a Real Madridnak szerintem 2 gyengesége van, és az egyikben Carvajalnak pozitív szerepe lehet, az a labdakihozatalok. Nagyon-nagyon-nagyon nehezen tudja kihozni a labdát a Real Madrid a saját térfélen, főleg, hogyha a nyomás alá helyezik őket, és ebben, tehát labdabirtoklásban, saját térfélen való játékban, azért Carvajal sokkal jobb, mint mondjuk Lucas Vázquez. És a Villarrealnál kérdés ez, hogy rájátszik-e erre Emery, mert azért láttuk már ilyet, hogy egy haj saját tér felén labdával bizonytalan együttes letámad a Villarreal, aztán meg láttunk nagyon sok olyan meccset, hogy inkább odaadják a labdát, visszaállnak akár egy 4-2-es, 6-3-1-es blokkba, ilyet is láttunk nem olyan régen, akár a Chelsea elleni szuperkupa döntőn, de ugye hasonló volt az Európa Liga döntő is, hogy a Villarreal soha nem lehet ezt tudni, hogy Emery melyik harcát húzza éppen elő.
pedig egyébként a Real Madrid ezen fogható lenne, ezt láttuk a Celta Vigo ellen, aztán szépen megjósoltuk, hogy a Valencia ellen is ez megtörtént, és ott is azért a Bordalás féle pressing ellen elég szépen megküzdöttek. Ez egy érdekes döntés is Ancelottitól, hogy ő Casemirót folyamatosan mélyen tartja, és rajta át kell mennie a játéknak, miközben Zidane-nak szerintem az egyik legjobb húzása az volt, hogy feltolta a labda ki az ott alakon, míg véletlenül se kerüljön hozzá a labda, mert olyankor nem jó nyomás alatt, nem jó által az ellenfél kapujának. Itt vagy Casemiro egyedül van a védelme előtt, vagy visszajön neki segíteni Modric, de szerintem az nem optimális, hogy rá folyamatosan tudnak csapdát állítani az ellenfelek. A másik az, hogy a védekezés a Real Madridnál, mert az meg a liga alja nagyjából. A támadósorban meg elképesztő minőség van, tehát az engedett helyzetekben az alja, a kialakított lehetőség meg a teteje, mert ez a Benzema Vinicius kettős egyébként parádésan néz ki. Arra leszek csak kíváncsi, mert egyrészt a Real Madridnál jó, mindig lehet fekengeni ilyenkor, amikor Carvalho hiányzik, hogy bezzeg, aki mit hogy elengedték annak idején. Odriozola megint kölcsönben van a Fiorentinánál, olyan, amilyen, de lehet, hogy ezt, amit Lucas Vázquez hozna, azt tudná hozni is a védelem jobb oldalán. Arra leszek kíváncsi, hogy esetleg nem haigálja ki mondjuk oda a védelem szélére Fede Valverdét, mert korábban volt már ilyenre is példa, még Zidane alatt, és nem biztos, hogy nem lenne jobb megoldás, mint Vázquez. Itt a labdakihozatalok kapcsán Toni Kroosról érdemes azért beszélni, aki felépülhet erre a mérkőzésre, lendíthet, vagy érdemes lenne bedobni egy ilyen sérülés után erre a meccsre? Hát, pont hogy, azt a problémát enyhíten, de amit Pete az előbb említett. Hát csak itt, hogy azonnal a sérülése után, hogy kezdőként, én még ebben nem vagyok biztos, úgyhogy én, hogyha én lennék Emery, aki szerencsére nem vagyok, akkor erre mindenképpen rájátszanék, mert azt azért tudjuk Emeryről és a stábjáról, hogy aztán videózni szeretnek. Én biztos vagyok benne, hogy a Real Madridnak nem az előző két mérkőzését, hanem az idei összes meccsét visszanézték már, és pontosan láthatják azokat a problémákat, amikről mi is beszéltünk, ugye ne lepődjünk meg szerintem akkor sem, hogyha a Villarreal legalábbis a meccs bizonyos pontjain egy erőteljesebb letámadást próbál majd meghasználni. Vinicius már említetted, nagyon van egy nagyon fontos gondolat vele kapcsolatban, neki 69 mérkőzés kellett ahhoz eddig a szezonig, hogy megszerezze az első 5 gólját a Real Madridban. Most 5 forduló után áll 5 gólnál. Azt azért talán senki nem gondolta, hogy pont Ancelotti lesz az, aki megtanítja Vinicius-t. Micsoda, Carletto Magic. Na, azért. Na, Vinicius eddig is tudott futballozni, befejezni nem tudott eddig. De erről pont beszéltünk, nem is tudom hány héttel ezelőtt, top 10-ben, ahol benne volt Vinicius, mint lehetséges szintlépés. Tehát pont te mondtad, Dávid, vagy idézted Ancelottit, vagy ezt a nyilatkozatot, hogy azt mondta Viniciusnak, hogy picit kevesebb labdaérintés volt 16-osan belül, nem kell túl bonyolítani, szépen higgadtan. És ez meg is látszik rajta, mert összességében meg kevesebb labdaérintése van a 16-osan belül, mint korábban, viszont sokkal hatékonyabb és magasabb minőségű helyzetekbe is került, tehát még a labda nélküli mozgása is javult, jobban választja meg szerintem a beindulásait is. És Ancelotti egyébként abban jó, tehát így tud személyeknek segíteni bizonyos játékelemekben fejlődni, ezért ez Calvert-Lewin játékán is meglátszott az Evertonban, mert ugye sokan Duncan Ferguson-t említették, mint az ilyen változásnak az alapját letevő szakember, de hogy Vinicius nem, ez abszolút látszik, ez az Ancelotti hatás, hogy ezekben a pici finom játékelemekben tud segíteni játékosokon. Folytassuk a Serie A küzdelmekkel, és lesz egy szintén egy szuperrangadó Inter-Atalanta összecsapás. Az Inter engem továbbra is elvarázsol, és én a szezon elején csináltam egy hot topicot Krisztával, mondtam, hogy az Inter lesz a bajnok, sokan kiröhögtek, kezditek el hinni, vagy kezdhetik el hinni az emberek? Főleg, mert láttuk a többieket is. Igen. A Napoli is nagyon jól néz ki, azért a Milán is nagyon jól néz ki, de az Internél szerintem az csinálták nagyon okosan, és ebben Beppe Marotta érdemeit szerintem nem szabad elvitatni, hogy bár minőségben szerintem gyengébb játékosokkal pótolták a távozókat, ami az ő anyagi helyzetükben szerintem nem meglepő, de hogy profilra viszont Dzeko-val, Dumfries-zel, Koreával olyan játékosokat tudtak hozni, akiket már a meglévő rendszerbe jól be tudtak illeszteni. És az sem árt, hogy Inzaghinek a játékrendszere nem sokban különbözik egyébként Antonio Conte játékrendszerétől, és nem próbál rajta drasztikusan változtatni. Ez az Inter azért még mindig nagyon erősen hasonlít a tavalyira, és ez jól áll nekik, akár még a labda kihozatali sémákban is nagyon sokszor kontés játékelmeket lehet felfedezni, például, hogy Brozovic szinte visszamegy a három belső védőmérő, hogy négyfősé alakítsa ezt a falat. Más kérdés, hogy például a Hellas Verona ellen, vagy most legutóbb a Fiorentina ellen, egy agresszív letámadás alatt azért megragyott ez az Inter. És az Atalanta ellen ez különösen érdekes lehet, mert hát ismerjük Gasperinit is, hogy ő hogyan szereti letámadni az ellenfeleket, ugye ez már csak ezért is érdekes lesz. Itt volt egy Simone Inzaghinek egy nagy húzása, igazából Di Marcónak a megtartása. Ugye már évek óta az Inter játékos, de folyamatosan kölcsön van passzolgatva, és ugye tulajdonképpen most kapta meg először a lehetőséget, hogy ha maradjon az Internél, eddig borzasztóan bevált ő a baloldali szárnyvédő poszton, vagy ha kell, akkor a baloldali belső védő poszton is.
Figyelj, hogy mondjam, tehát nyilván azért szépen lassan megérett Di Marco is erre a feladatra, meg valahol kényszer is volt nyilván, tehát most Perisic mellé nyilván kell valaki oda a középpálya szélére, és eddig, amikor játszott, valóban nem mutatott rosszul Di Marco. Inzaghinek volt egy-két ilyen jó húzása egyébként, tehát egyértelműen jól nyújt hozzá a csapathoz. Hasonló volt nyilván korábban az a játékrendszer, amit a Lazionál is alkalmazott ahhoz, amit Conte játszott az Inter felállásban legalábbis mindenképpen, és ettől azért volt, aki tartott, meg hogy egyáltalán Inzaghi miképpen tud működni majd mondjuk egy ilyen csapatnál, de eddig egyelőre, ahogyan megy ez az Inter, ez teljesen rendben van. Ugye korábban megsérült a Bologna elleni mérkőzésen, ami azért lehet baj, mert ugye a rotációba fog belezavarni, és most ugye hétközi forduló, hétvégi forduló, Bajnokok Liga, ismét hétvégi forduló, tehát így nagyon sűrű jönnek majd a mérkőzések. Ettől egy kicsit kell félteni az Inter szerint? Milyen jó, hogy felépült Alexis Sanchez. Bizony. Pont időben. Ez komoly gondolat? Hát vagy? Be is dobta most a Fiorentina ellen, úgyhogy persze. Jó. Dumfries már említett, hogy milyen fontos játékosa lehet a jobb oldali szélvédő poszton az Internek. Az Atalantának pont az oldalon, az ellentétes oldalon, bal oldalon voltak elsősorban védekezési problémái. Itt van a mismatch, amit ki kell használni? Ez érdekes lesz, mert azért látszik, hogy Inzaghi úgy szereti felrakni ezt az Intert, hogy egyszerre nincs két nagyon extrémen támadó szárnyvédő, tehát Dumfries is nagyon sokszor még a kispadon kezdett, amikor viszont kezdő volt, akkor parádésan futballozott a Bologna ellen, de hogy általában Perisic játszik a bal oldalon, akiről tudjuk, hogy ő nem egy védő, hanem konkrétan egy támadó szélső, aki szárnyvédőt játszik, és ennek ellensúlyozásaként játszott eddig a legtöbb meccsen Darmian. Nos, hogy az Atalanta ellen mennyire bátran merez hozzányúlni Inzaghi, azt nem tudom, de hogy az egyik oldalon ő inkább szeret egy védekezésben biztosabb játékost alkalmazni, eddig világosan látszik. Ez így nézett egyébként tök egyértelmű képlet, tehát látod a Bologna ellen Di Marco Dumfries, most a Fiorentina ellen meg Perisic és Darmian. Nézzük az Atalantát, ugye emlegettétek ezt a pressinget, hogy ez milyen fontos az Atalanta részéről, valóban. A más kérdés, hogy valahogy a játék annyira nem működik az Atalanta részéről, és az eredmények még nem feltétlen rosszak, nem kell őket leírni, de valahogy a játék az, ami kicsit akadozik. Hát meg ennél sokkal többet szoktunk meg az Atalantától, tehát ezeket a meccseket nem 1-0-kal húzogatták be, vagy 2-1-ekkel, hanem lőttek 3-4 gólokat, és ez hiányzik nagyon szerintem azok számára, akik megszerették ezt a csapatot az utóbbi években. Mit gondolunk? Zapata gondolom megkérdőjelezhetetlen itt a 9-es poszton. Mi a helyzet utána a mögötte levő két játékos, ugye Malinovszki és Miráncsuk játszott legutóbb? Mennyire ütik meg azt a Papu Gomez és Iličić szintet, amit mondjuk megszokhattunk mondjuk az előző, hát még másfél-két szezonban? Nyilván nem. Malinovszkiban én látom a potenciált erre, bár egyébként az is érdekes, hogy nem tudom, nekem egy fokkal jobban tetszett mindig, amikor mondjuk hátrébb játszott akár az ukrán válogatottban is korábban, mint konkrétan ebben a közvetlen center mögötti pozícióban. Miráncsuk, benne is van potenciál, de Papu Gomez meg annyira jó volt, amikor a csúcsformájában volt. Iličić is meg aztán végképp, tehát hogy nagyon nehéz őket velük összehasonlítani, és az a baj, hogy viszont ez lesz a mérce egyértelműen hozzá képest, attól elmaradnak. Azért Malinovszki nagyon jó volt, mint Gomez utód tavasszal, tehát fantasztikus formában játszott, és szerintem az Atalantának erre van szükség, hogy egy játékos, legyen az Malinovszki, vagy bárki, aki elkapja a fonalat, és gyakorlatilag isten módban futballozik. Mert hogyha megnézzük az Atalanta támadó sorát, azért Muriel már 30 éves, Zapata már 30 éves, tehát azért kezdenek korosodni ezek a játékosok, hogy Papu Gomez már nincsen, Iličić is már szintén bőven túl van a 30-on, tehát lehet, hogy ezt a fajta intenzitás, a kiemelkedő támadó teljesítményt ezek a játékosok már nem tudják feltétlenül hozni, legalábbis mélységben biztosan nem. Szerintem ez látszódott itt az első mérkőzéseken az Atalantánál. Folytassuk a Lazio-Róma összecsapással, és hát Mourinho mondjuk a Verona ellen ott hát volt egy kis szerencsétlen időszaka, de volt a biztató jelek, meg megnyerte az 1000. mérkőzését. Még mindig a mézes heteknél tartunk? Vagy? Ezért csak megjött az első vereség. Hazaértek a nászútról. Azért, hogy énkor szokott jönni, tehát emlékszik valaki, amikor Mourinho megérkezett a Spurs, az első meccs egy remek támadó játék. Mourinho megváltozott, I'm the happy one, minden volt. Aztán, mint jöttek a problémák, inkább álljunk vissza védekezni, jó lesz ez így, csak védekezzünk, fegyelmezetten kell játszani. Tehát az a baj, hogy ezt a mintát már annyira sokszor végignéztük, hogy nekem egyrészt baromi unalmas, és pontosan tudom, hogy mi fog jönni a Rómánál. És tehát tényleg támadó szellemen fociznak, és egyébként a keret is arra van ráhúzva, hogy így játszanak. Pellegrini fantasztikus, gyakorlatilag a szériának eddig talán a legjobb játékosa ebben az idényben. Csak azért a Róma kerete is egyrészt törékeny, és Mourinho-nak az edzői renomé az meg még törékenyebb. Úgyhogy én nagyon tartok attól, hogy ez a Verona elleni vereség, ez elindíthat valamilyen negatív hullámot.
Nekem azért vannak ilyen meglepő döntések Mourinho részéről, például Gonzalo Villarnak a kihagyása a csapatból rendszeres, miközben lehetne ő a Róma Höjbjerge, hogyha értitek, hogy mire gondolok. Hát szerintem Villar egyébként labdaszerzésben nem annyira erős, mint Höjbjerg, és pont ezért tartottam is picit attól, hogy ő nem egy ilyen Mourinho típusú játékos, tehát arra például Veretout inkább jobban illik, amit Mourinho elképzel egy ilyen középpályástól. Smalling visszatért a sérülésből, ez azt jelenti, hogy a kezdőcsapatba is bekerülhet, mert egyre úgy látjuk, hogy óvatos vele. Nem vagyok benne olyan biztos pont azért, amit mondasz. Tehát meg nem működött olyan nagyon rosszul hátul a romok, ez a Verona elleni mérkőzés azért nyilván vett fel kérdéseket. Azért már a Sassuolo ellen is így zenegett a dolog rendesen. Mit gondolunk Zaniolóról, akitől én sokat vártam, főleg úgy, hogy most már tényleg az elmúlt két szezont kihagyta, hogy virítson valamit. Bajok lehetnek itt a sérülésekkel? Vagy csak forma? Biztos, hogy óvatosan kell azért kezelni ezt nála, meg az elvárásokat is egyértelműen. Meg amíg meg Pellegrini így csillogott mellette, vagy helyette, addig lehet, hogy nincs is nagyon nagy olyan Rómánál. Én azért aggódok. Tehát egy ilyen súlyos sérülésből nem sok játékos sem vissza úgy, hogy ugyanazt tudja nyújtani, mint előtte. Kettőből, hát nem tudom, hogy emlékszek-e egyáltalán ilyenre. És azért az Aniolónak is, amikor a pályán volt, akkor a teljesítménye, főleg támadásban, hát gyakorlatilag a nullával volt egyenérték. Úgyhogy igen, én aggódok miatta. Pellegrini nem kell aggódni, nagyon jól játszik ebben a szezonban. A Róma szurkolók aggódhatnak-e, hogy sikerül-e megtartani Pellegrini? Határozottan, határozottan. Tehát pláne nagyon tényleg indult ez a szezon. Lehet, hogy nagyon szeretnék meghosszabbítani a szerződését, csak nem biztos, hogy ezt most kellett volna elkezdeni. Most mindenki körbe csókolgatja, mindenki mondja, hogy milyen fontos játékos, ami igaz is. Na igen, valóban egy kicsit lehet, hogy előbb kellett volna elkezdeni. Akkor benne van a pakliban, hogy nem marad. Szerintem Róma simán. Ahogy elkezdte ezt a szezont, abszolút. Ha egymásra illesztjük a Lációt és a Rómát, akkor valahol Sarit és Mourinhót illesztjük egymásra. Amiből látjuk, hogy az fog kijönni. A két mágnes próbálnál egy összenyomni. Hogy, jó, csak hogy mint hogyha, tehát ebből ez jön ki, hogy Sarri fog valószínűleg dominálni, és Mourinho lesz a reaktív. Hát ez nem biztos olyan rosszul fog kijönni Róma szempontból. Nem vagyok ennyire optimista ebből a szempontból, sőt, jó, a Lációnak is voltak már rosszabb pillanatai ebben a szezonban, de összességében meg nem kezdett rosszul, meg úgy nézett ki, hogy értik, hogy Sarri mit akar, működtetni, és tudják azt a rendszert, amit Sarri jelentni akar a pályán, úgyhogy azért van oka szerintem az előtt a meccsület optimizmusra a Lációnak. Pedro még az elmúlt szezonban a Rómában játszott, aki most már a Láció játékosa. Áruló! Ezt akartam felhozni. Szerintetek lesz ilyen szurkolói harag az irányába? Vagy neki ilyen extra motiváció nem kellett a Mourinhónak? Láció a pályaválasz, hogy most még emiatt nagyon aggódni nem kell, meg aztán amennyire ő hiányozni fog a Róma szurkolóknak, nem hiszem, hogy az ő nagyon... Azért szerintem ez az egy szezon nem maradt meg bennük annyira érzékenye, hogy hihetetlen módon haragudnának Pedróra. Folytassuk a Mönchengladbach Dortmund találkozóval. Hát is, hogy a Gladbach szurkoló nézőinknek azért van bőven aggódniuk, eddig egy győzelem, egy döntetlen és három vereség, kieső pozíció. Váratlan? Igen, igen, abszolút, abszolút. Azért főleg azt, hogy tényleg Hüttert is szerintem mind a ketten, azért magasabb poltra helyezzük, Pittel ennél pláne, most akkor belőni mellett ugye a szezon elején táblámad, de azért ezzel együtt is, tehát azért ez már egy olyan minta, mert főleg az ellenfeleket látva, akikkel szemben ez a szenvedés kialakult, ez nagyon nem jó jel a Gladbach számára. Itt a formációk kapcsán azért értjük Hütternek a változtatásait? Vagy mivel ez egy másik csapat, ezért ne úgy tekintsünk rá? Ez marha érdekes egyébként, mert pont ugye Hütter és Glasner esetében, hogy láttuk, hogy oké, még megpróbálták tartani a szezon elején a korábbi szisztémáját a csapatnál, de aztán nagyon gyorsan viszonyultak ahhoz, amit ők a legbiztonságosabban tudnak, vagy amit ők a leginkább álmukból felkeltve is fel tudnak mondani a játékosaiknak. És ez egy kicsit furcsa dolog, de valahol meg szerintem lehetett is számolni rá, csak adja magát a kérdés, hogy akkor miért nem ezzel kezdték a szezont. Igen, és ez tényleg tök jó példa, és jól lehet hasonlítani a Frankfurtot meg a Mönchengladbachot, hogy teljesen mást kell csinálni ennek a két csapatnak a jelenlegi edzőikkel, mint csináltak mondjuk az előző szezonban, és én a Mönchengladbachnál is nagyjából így fognám meg, mert hogyha hogyan játszott a Frankfurt Hütter irányítása alatt. Nagyon erős volt a széljáték, Kostićra rájátszottak szinte mindent, és nagyon sok beadással dolgoztak. Tehát az előző két szezonban a Frankfurtnak volt a második legtöbb beadása az egész Bundesliga mezőnyben. A Mönchengladbach pedig ott volt valahol az alsóházban ilyen szempontból, tehát ők abszolút nem erőltették az oldalról belőtt labdákat. Most a Mönchengladbach erre nem alkalmas a kerete sem, és ehhez kéne valahogy Hütternek is alkalmazkodni, mert most Pleára nem fogsz ívelgetni. Meg majd Bence Baini fogja ott azokat a kosztícsos labdákat. Igen, tehát nagyon nehéz ezt így újra tervezni, hogy egyrészt Hütter is meg tudja valósítani a saját elképzeléseit, meg valahogy a keretet is alkalmassá kell tenni erre,
Én azért még nem temetném sem a Frankfurtot, sem a Gladbachot, és a Gladbachnak talán keret szempontjából is könnyebb dolga van, hogy ez hosszú távon azért még kiegyenesedhet, de hogy ez így folytatódik tovább, akkor azért ennek nagyon csúnya vége is lehet, pedig tényleg két, vagy ha egy csapatról, a Gladbachról beszélünk, egy nagyon jó edzőről van szó. A védelem azért mindenképpen aggasztó, én azt gondolom. Én megnéztem az expected goal against, tehát a várhatóan kapott gólok számát a csapatok ellen, és a Bayern ellen 2,7-et hoztak össze, Leverkusen ellen 2, Union Berlin ellen 2, Bielefeld ellen 1,9, és oké, az Augsburg ellen 0,4, de ott is kikaptak. Tehát, hogy itt igazából az Union Berlin és a Bielefeld az, ami rendkívül magas két, hát nem túl jól támadó csapattól. Játszott néha tavaly is háromvédős rendszerben a Gladbach, de ez inkább tényleg a szabályt erősítő kivétel volt. És ezért is nagyon érdekes kérdés, hogy megteheti egyáltalán egy edző. Nagyon fontos dolog az persze, hogy ragaszkodjon valaki az elveihez, mert nyilván otthonosan mozog egyfajta játékrendszerben, csak közben, hogyha ezt nem tudod ráigazítani a játékos keretedre, akkor baj van is. Meg pláne, hogy ezt a szezon közben kezded el, akkor az meg megint vet fel kérdéseket. Hát pont pehé a Gladbachnak, hogy a Dortmund pedig nagyon szépen jön felfelé, és kezdott... De védekezni ők se tudnak. Ezért lehet, ez egy jó meccs. De igen, valóban, tehát, hogy pont az Union Berlin ellen kaptak két gólt, így a semmiből, amikor már vezett. Már úgy néz ki, hogy ez a mérkőzés lezáródott, akkor kaptak két gólt. Hát én azt a Leverkusen meccset. Oké, de ha most egymásra helyezzük őket, és tényleg a két csapatot egymásra, akkor azért talán egyértelmű, hogy itt nagyon csúnya a Gladbach vereség jöhet ebből ki. Hát nagyon csúnya nem is, de a Dortmund esélyesebb, és talán érdemesebb a belemenni, hogy a Dortmundnak mondjuk a védekezése miért ennyire gyenge. Ugye a szezon eddigi legtöbb mérkőzésen ezt a gyémánt felállást játszotta a Dortmund, amit ugye 4-3-1-2-ként tudunk felírni, de a Dortmund esetében ez inkább 4-1-3-2, mert a 2-8-as ugye legtöbbször Gio Reyna és Dahoud, vagy másik oldalon pedig Bellingham játszott ezen a poszton. Nagyon-nagyon magasan játszanak, szinte Marco Reus mellett, és ez egyébként támadásban baromi jól néz ki, mert folyamatosan érkezik, főleg Bellingham a 16-oson belőle, és nagyon veszélyes a kapu előtt. A két szélső hátvéd pedig nagyon magasan, általában szabadon tudja megkapni a labdát, pont azért, mert leszűkítik a védővonalat. Mönének ugye már több gólpassza is van ebben a szezonban, és támadásban még jó futballistának is néz ki. Viszont pont ezért, hogyha elveszítik a labdát, akkor a védőket egyszerűen lerohanják, főleg, hogyha Witzel játszik hatosban, aki azért nem biztos, hogy a leggyorsabb játékos, főleg ebben a korban egy hosszú sérülés után. Talán nem véletlen, hogy itt a legutóbbi bajnokin az Union Berlin ellen már a Róze is ezt a hagyományosabb 4-3-3-at vette elő, ami mondjuk védekezésben egyre nem sokat segített a Dortmundon, de egy picit ilyen minden bele hozzáálláson álltak neki ennek a szezonnak, csak ilyenkor aggódik az ember, hogy mi lesz, hogyha egyszer nem lőnek majd 3 vagy 4 gólt. Hát igen, és Malenről azért beszéljünk egy kicsit, akinek eddig nem volt még gólja, oké, hogy Haaland már 7-nél tart így az ötödik forduló után. Ráadásul Haaland a legutóbbi gólja, megtanult fejelni is. De nem, tehát a legutóbbi gólja, oké, hogy már kitámadott az Union Berlin, de tényleg ott szélről kisodródva, föl se nézve, a kapus fölött átemelve egy mozdulatból, egészen csodálatos volt. Igen, tehát nem fogják szerintem a csapattársakat számon kérni, nem lőnek gólokat. Tehát itt egyértelmű, mi a cél. Találjátok meg azt a szőke gyereket ott el, aztán majd lesz valami, és általában lesz is valami belőle. Oké, de már Malenből lesz valami? Lesz. Nálam még itt a végtermék hiányzik, de nagyon jól nyújtja meg a védelmeket, jól csinál meg az egy-az-egyeket, labdálni szerintem jó használható. Szerintem nála megvan az első gól, vagy valami emlékezetes pillanat, akkor onnantól kezdve rendben lesz. Szerintem a rendszerben abszolút illik egyedül a Dortmundnál. Hát kívánjuk neki, hogy minél előbb szerezze meg ezt az első gólt, vagy ezt a nagy áttörés megtörténjen az ő karrierébe. A mai estére ennyi volt az esélyesök, de viszont a vasárnapi napon jelentkezünk esélyesök top 10-zel. 10 olyan futball pillanattal fogunk jelentkezni, amit egyszerűen nem hittünk el, hogy megtörténik, de mégis megtörtént. Na, ezek miatt iratkozzatok fel, legközelebb találkozunk. Sziasztok! Pápá!